Tomi mesék. Tomi és a kávé. Tomi késő estig játszott a számítógépen, nem aludt valami jól, és reggel alig bírt felkelni az ágyból. Tomikám, kelj már fel, most kéne elindulnod az iskolába! Mi? Ti hogy tudok ilyen korán kelni? Mentem szívem. Legyen szép napod, drágám! Szia, Tomi! Mi van, bro? Nem bírod a kiképzést? Nem tudom, mi van velem. Mindjárt összeesek. De te hogy csinálod, hogy ilyen friss vagy? Vágod, én kávéval kezdem a napot. Mi? Tehát az nem csak a felnőttek isszák? Miért? Te baba vagy, vagy mi? Hát nem. Figyusz, hozok neked egyet, de csak azért, mert te vagy a legjobb barim. Kösz, bro! Na, adjunk a sulinak! Na, gyerekek, ki tudja a választ? Tomi? 12! Helyes! A megoldás 12. Tomi, ez egy kis ötös. Viszem, a negyediken vagytok, ugye? Igen, köszi, Tomi! Kész! Ötös! Jaj, Peti, azt hiszem most még fáradtabb vagyok, mint reggel. Na, mert ebéd után is inni kell egy kávét. Mi? Ha persze! És te itt áll már? Nekem van még a termoszomban. Tomi beosont a tanáriba és kifosztotta a kávégépet. Kifelé menet találkozott Bélabával. Tomi, te mit keresel a tanáriba? Csak a szorgalmimat tettem be a fakba. Ja, az más. Nagyon dicséretes. Ez új rekord a 100 méter sprintben. Na jó, haver, akkor holnap tali. Te, Peti, nem főzné nekem még egy úcsó kávét? Nem lesz ez egy kicsit sok? Miért, nem bírod? Én már hogy ne bírnám, már figyelj csak. Mindketten ittak egy jó erős feketét. Tomi este a háziát írta, de alig bírt figyelni, mert odakint Lili nagyon hangoskodott. És akkor a tündér kisasszonyokat. Én ezt már nem bírom, innom kell egy kávét. Elment a sarki dohánybolthoz. Elnézést, hozna nekem egy... Ne szok rá a cigire. Édem. Nem, jaj, dehogy, kávét. Kávét? Duplát, 5 cukorral. Jó van, bízd a lóvét. Látod, György, az nekem is jár. A dolgozatot gyorsan írta. Kész! Gyorsan futott. És nagyon jól játszott. Wow, jó! Tomi kávégépet rendelt a netről, és a futár ki is hozta neki. Wow, Tomi, te aztán nagyban nyomod. Tessék itt a kávéd, öcsi. Ön is látta? Mit? Hát a George. Nem láttam én semmit a te kis pénzeskéden kívül. Ez elég para. Pár nap múlva Tomi elaludt az órán, de szerencsére Peti észrevette. Hé, Tomi, mi van veled? Nem ittad meg a reggeli adagodat? Dehogy nem, lövésem sincs, miért kómázom. Csak emelned kéne a dózist. Na, az lehet. Tomi? Itt vagyok, tanárnő. Végre eljött a nagy sportnap ideje. És most fogadjátok nagy szeretettel a világhíres testépítőt, Mr. Dwayne Roxant! Sziasztok, hello, hi, if you muscle potyirták. Szóval, never adjátok fel, you vagytok maga a sport. Hey, Dwayne bácsi! Wow, hi, Peter, hogy vagyunk? Tommy, vagy te? Oh my god, mi történt with veled? Tomi, figyelj, ne csináld ezt tovább, hagyd abba a kávézást, mert teljesen össze vagy esve. Persze, mert még nem ittam meg a 3:30-est, egyébként is te dumálsz. Én max 2-t iszok, és néha koffeinmenteset. Te áruló puhány! Póni, ponika, picike, ponika! Kávét! Jó estét! Tudom, dupla. Legyen inkább tripla. Tessék, öcsi. Nem tudja, mi lett a plakáttal? Tegnap este még ott volt rajta. Csak plakátok, jönnek, mennek.
Mit feszülsz rajta? Á, semmit. Ah, nem tudok elaludni. Mit is kell ilyenkor csinálni? Ja, bárányok. Egy bárány, két bárány, három bárány, négy bárány, öt bárány, hat bárány, hét bárány, nyolc bárány. Ne, ez csak álom, csak álom. Elaludtam, ez nem lehet a valóság. Én vagyok George. Azért jöttem, hogy elmondjak neked egy fontos dolgot. Ne. Anyuci! Nem ihatsz több kávét. Miért? Miért nem? Mert örökre kisfiú maradsz. Meg fogsz állni a fejlődésben. A bőröd meg szottyat lesz, mint az elefánt segge. Ne, de hát te is kávézol. Ott a kezedben most is, és tök sima a fejbőröd. Össz, csak víz van benne. Amúgy sose kávézom, de marha jó fizetnek a reklámért. Ó, ne, akkor ez egy átverés. Hát valamiből meg kell élni. És mindenki ez elmész álmában, hogy elmond neki ezt? Nem, csak a gyerekekhez, akiknek kávénarkózisuk van. Kávémikózis? Aj, én abba hagyom, csak akkor hogy kecsem fel magam? Így át turmixot reggel, ananásszal. Ez biztos? Mondom. Rendben. A soha viszont nem látásra. Peti! Peti! Úristen, Tomi, valami baj van? Peti, éjszaka nálam jár George. Milyen George? A kávés? Igen, és azt mondta, hogy nem adjuk abba a kávézás, ráncos kis törpék maradunk. Mi? Nehogy már bevedd, különben is én már elég nagy vagyok. Most még, de gondolj bele, a többiek tovább nőnek, mi pedig az utolsók leszünk a tornasorban. Ne, ezt nem engedhetjük. De mit tegyünk akkor helyette? Kólát? Dehogy, hoztam neked turmixot, ananásszal, az jó lesz. Wow, Tomi, ez nem is rossz. Azóta Tomi és Peti jól rászokott a déli gyümölcsös turmixra, és süli után lejárnak saját tesszúlyos edzeni a térre. Érkos fehel!